Tehát a szűzanya lerakta a rózsákat Juan Diego tilmájába. A szobor azt a pillanatot örökíti meg, amikor Juan Diego végre megérkezik a püspökhöz, és hagyja, hogy a tilma lehulljon. A rózsák, amint látható, a földre hullanak, de a helyükön Guadalupe-i szűzanya képét látjuk, ami sok szempontból csodálatos. A vatikáni kertek immár második éve nyitja meg kapuit májusban a világ minden tájáról érkező zarándokok előtt, akik különleges útvonalat járhatnak be a szűzanya tiszteletére. Tavaly a vatikáni múzeumokkal együttműködve létrehozott Május Máriával zarándoklat 10 megállóból áll. A kertekben található legfontosabb a szűzanyát ábrázoló képeknél és szobroknál. A minden szerdán és szombaton elérhető látogatást Emanuela Edwards nővér vezeti, aki lehetővé teszi a zarándokok számára, hogy elmerüljenek a vatikáni kertek szépségében, az ott található különböző Mária ábrázolások között sétálva. A séta során megismerjük a szűzanya legfontosabb kegyhelyeit. Például a Lourdes-i barlangot, vagy a Fatimai szűzanya képét, vagy a Guadalupe-i szűzanyát. Tehát láthatunk néhányat a legfontosabb ábrázolások közül, de vannak itt a világ minden tájáról is. Találhatunk a vatikáni kertekben kegyképeket Latin-Amerikából, a Fülöp-szigetekről is. Mit is mondhatnánk? Ez a hely nemzetközi. A Május Máriával túrán bemutatott Mária barlangok, freskók és szobrok a világ minden táján élő emberek áhítatához kapcsolódnak, akik a háborúk és küzdelmek idején a béke királynőjéhez fordultak, hogy békéért könyörögjenek. Ezért a zarándokok minden egyes Mária kegyhelyen megállnak, hogy erre a szándékra imádkozzanak. Tekintettel világunk jelenlegi állapotára és a Szent Atya békére való szüntelen felhívására, idén úgy döntöttünk, hogy ezeket a rövid zarándoklatokat a békéért ajánljuk fel, és így a szűzanya minden kegyhelyénél elmondunk egy Üdvözlégy légy Máriát a béke szándékára, és a látogatás során mindig megemlítem azokat a helyeket, ahol a szűzanya beavatkozott az emberiség történetébe a béke megteremtése érdekében. A kertekben tartott exkluzív sétán kívül az örökvárosba látogató zarándokok gyertyás rózsafüzér körmenethez is csatlakozhatnak minden szombaton, a május folyamán, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szervezett számos vatikáni kezdeményezés részeként. Ferenc pápa pápasága során számos alkalommal emlékeztette a híveket a szűzanya tiszteletének és a rózsafüzér imádkozásának fontosságára. Hemos rezado el rosario. Elmondtuk a rózsafüzért, ezt a gyönyörű és létfontosságú imádságot. Létfontosságú, mert kapcsolatba hoz minket Jézus és Mária életével. Elmélkedtünk az örvendetes titkokon, amelyek emlékeztetnek minket arra, hogy az egyház nem lehet más, mint az öröm háza. Senki sem élhet igazán keresztényként anélkül, hogy ne ismerné az Isten anyát. Ugyanis Isten akarata szerint Mária által kell megismernünk és szeretnünk Jézust. Mária és az angyali üdvözletkor kimondott igenje által jött el az üdvösség az egész világra. Mária igenje által újult meg a teremtés. A katolikus hitre tért Lawrence Liu atya, aki egykor szkeptikusan viszonyult a Mária tisztelet kérdéseihez, ma már a világot járja, felhívja a figyelmet a rózsafüzérre, és arra tanít másokat, hogy szeressék a szűzanyát. A domonkos rendi szerzetes a rózsafüzér ájtatosság előmozdítójaként ötvözi a teológia és a szent művészetek iránti szenvedélyét, hogy lelki gyakorlatokon, könyveken és nemzetközi missziókon keresztül ösztönözze a Mária tiszteletet. A rózsafüzér üdvösségünk misztériumainak bemutatása Dióhéjban. Nem Krisztus életének története időrendben, hanem a teológiai története annak, amit Krisztus értünk tett. Krisztus emberré lett, meghalt értünk és feltámadt, hogy mi is feltámadjunk és vele együtt Istenhez menjünk.
Amikor arról elmélkedett, hogy milyen találó, hogy a virágzó május hónapban imádkozzuk a rózsafüzért, Lawrence atya elmagyarázta, hogy a rózsafüzér szó a latin rosarium szóból származik, ami kertet vagy rózsakoszorút jelent. Így a szó szoros értelmében a rózsafüzér egy gyönyörű virágkoszorú, amelyet a szűzanyának ajánlunk fel, mint az imáink lelki csokrát. A másik dolog, hogy van egy gyönyörű hagyományunk a domonkos rendben, amely szerint a rózsafüzér és a rózsafüzér alapötlete valójában a latin rossz szóból származik, amely harmatot jelent, kis harmat cseppeket. A lényeg az, hogy Szent Domonkosnak azt mondták, hogy az eretnekséget addig nem lehet kiirtani, amíg az imák fel nem emelkednek, mint a harmat a földről. Ez egy gyönyörű gondolat, hogy amikor imádkozunk, lelki harmat cseppeket hozunk létre, amelyek felfrissülést hoznak és új életet adnak a kiszáradt világnak. A világ a bűntől szárad ki, és tudjuk, hogy a világunk nagyon is kiszáradt az erőszak, a megosztottság, a háborúskodás miatt. A rózsafűzérre tehát annál nagyobb szükség van, hogy Isten kegyelmének harmat cseppjeivel öntözzük a földet. Ahogy a zarándokok bejárják a vatikáni kerteket, ahol gyakran sétáltak olyan korábbi pápák, mint Szent II. János Pál és 16. Benedek, hogy elcsendesedjenek és imádkozzanak, vagy hogy átmenjenek imádkozni a Szent Péter térre, óhatatlanul eszükbe jut a rózsafüzér ereje. Ez a rózsafüzér. Imádság. Máriához hasonlóan Isten kegyelmének rendelkezésére bocsátjuk önmagunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, igent mondjunk Istennek, és arra törekedjünk, hogy újat teremtsünk, hogy békét hozzunk a világba. Azt hiszem, erről szól a rózsafüzér és a május. A tavasz a legjobb időszak arra, hogy erre emlékezzünk.